Üdvözöllek a Sikerguru adásán! Minden héten Magyarország legsikeresebb sikerpodcastja a sikerért. Kezdjük el a mikrofon mögött. Anita a Siker.guru-ról. Üdvözöllek az önfejlesztő állomáson. Mi mindent akarsz az élettől? Lenyűgöző életstílust, temérdek pénzt, sikeres üzletet, határtalan önbizalmat, boldogabb kapcsolatokat? Vagy korlátlan szabadságot? Tudod, hogy többre vagy képes. Tudod, hogy lehetséges. Több éve kutatom a sikerrecept hozzávalóit. Több tucat könyv, szeminár, tréning, két sikeres vállalkozás és temérdeknyi tapasztalat van a hátam mögött, és itt garantáltan rendelkezésedre állítjuk a titkos eszközöket, mely segítségével bizonyítottan sikergondolkodásmódot alakítasz ki magadnak. Fektess be magadba és törd át a korlátaid velem! Ha fejlődni szeretnél haladni előre és tanulni, akkor hangolódj ránk! Most kiderül, mire vagy képes! Sziasztok, Sikernemzet lázas hallgatósága! Anita vagyok a Siker.guru-ról, és ma arról a négy akadályról lesz szó, amely elválaszt minket az álom életünktől és az örök boldogságtól. Ez a négy akadály így előre felsorolva úgy hangzik, hogy 1. Hallgass a szívedre, 2. A félelem és a tétlenség, a 3. pontban az akadályokról és a kudarcokról lesz szó, végezetül pedig a legnagyobb problémával, illetve a legnagyobb akadállyal zárjuk, ami pedig a félelem a sikertől. Tehát akkor vágjunk rögtön a közepébe, és kezdjük el átbeszélni, úgymond, az első pontot, ami a hallgass a szívedre, figyeld meg az álmaidat, majd kövesd őket. Ez pedig a belső intuíció. Annyira sokat hallunk a bizonyos 6. érzékről, és nem a Bruce Willis filmről van szó, a 6. érzék, ha bár az az egyik kedvenc filmem, szerintem egy rettentő jó film, hanem arról az angolul a gut feelingnek hívják, az a belső megérzésed, az a 6. érzék, ami sugalja neked, hogy mi a következő lépés, hogy mit kéne csinálnod. Nem tudom, hogy neked voltak-e már ilyen hasonló megérzéseid, de biztos vagyok benne, hogy tudsz legalább 1-2-re gondolni, amikor így ez a 6. érzék beütött nálad is. És amúgy akár mennyit hallgatok sikeres embereket, beszélgetek velük, olvasom a könyveiket, nézem a dokumentumfilmjeiket, annál többször fordul ez elő, hogy azt tanácsolják, hogy minél jobban hallgassunk magunkra, és bízzunk a megérzéseinkbe, mert igenis, hogy létezik az a bizonyos 6. érzék, igenis, hogy létezik az intuíció, és rettentő megbízható 99%-ban igaza van. És persze, hogyha megkérdezed, hogyan hallgassak az intuíciómra, hogyan léphetek ezzel a 6. érzékkel úgymond kapcsolatba, akkor a válasz egyszerű. Az intuíciód, a megérzéseid, azok éjjel-nappal dolgoznak, csak egy kicsit el kell halkulni, el kell csendesedni, és figyelni kell rájuk, és hallgatni kell őket. Ez az intuíció, ez a megérzés, ez sok emberben nagyon-nagyon halk, éppen hogy csak suttog, úgyhogy nagyon oda kell figyelni. És hogy miért suttog? Hogyha jobban belegondolunk, akkor hogyan nőttünk föl? Szülői programozás, baráti programozás, a tanárok programoztak minket, a társadalom is eltérített minket az utunkról, ők is programoztak minket, és ugye már nektek is, mint nekem is, nagyon-nagyon fiatalon megmondták, hogy mit csináljak, mit gondoljak, hogyan gondolkodjak, és hogy miért. És pont ezért ugye ez nagyon-nagyon elnyomja a belső intuíciónkat és a megérzéseinket, pont ezért nagyon gyakran nem hallgatjuk meg, de minél jobban bízunk magunkban, minél nagyobb önbizalommal rendelkezünk, és minél jobban elhisszük a tényt, hogy a megérzéseink abban az irányba fognak minket terelni, ahova mi vágyunk, ahova mi menni akarunk, annál hangosabb, mint hogyha valaki feltekerné a fejünkbe a megérzéseinknek a hangját, annál hangosabban fogjuk hallani, és annál egyszerűbben fogjuk hallani, és annál egyszerűbben fogod észrevenni a lehetőségeket az életbe, és annál egyszerűbb lesz elkerülni az akadályokat, a problémákat, és a baleseti forrásokat is például. Úgyhogy ez az első akadály az, hogy nem halljuk eléggé a megérzéseinket, az intuíciónkat, úgymond, és hogyha halljuk is, akkor se hiszünk el neki, mert már annyira úgymond átlettünk programozva. A második pont ugye az a félelem és a tétlenség. A félelem az szerintem mindenki számára
nagyon ismerős, számomra legalábbis életközelről nagyon-nagyon ismerős. Mitől félünk általában? Mint emberek, ugye, akik ugye az őskorban menekültünk a mamuttól, és ugye féltünk kijönni a kis kőbe vásott odunkból, mert veszély leselkedett ránk odakint, és ez a félelem, ez a mai napig megvan bennünk, mint ösztön. De ugye a mai nap most már nem attól félünk, hogy megkerget minket a mamut, vagy hogy egy hegyi farkas átharapja a torkunkat, hanem most már különböző más, kifinomultabb félelmeket tudtunk magunkban kifejleszteni, és ilyen például a nevetségessé válástól való félelem, az ismeretlentől való félelem, a betegségtől, az öregedéstől való félelem, hogy megkritizálnak minket, de a legnagyobb félelmünk az mégis a szeretetnek az elvesztése. Ugye nem tudom, te milyen fajta ember vagy, szeretsz-e másokat boldoggá tenni, viccelsz-e másokkal, ugye a vicc is egy olyan dolog, ami miatt ugye mások téged kedvelnek, tehát hogyha mondjuk van egy olyan ismerősöd, aki nagyon-nagyon vicces, állandóan vicceket mesél, mindenkinek kedveskedik, mindenkivel jó pofa, akkor biztos lehetsz abba, hogy ennek az embernek hatalmas nagy a szeretetvágya, és nagyon-nagyon fél attól, hogy elveszíti az embertársainak a szeretetét. De ugye ez különböző úton és módon harcoljuk ki, úgymond, hogy az emberek szeressenek minket. Tehát igen, a szeretettől, a szeretet elvesztésétől való félelem az egyik leghatalmasabb félelmünk. És pont ezért, mert ugye vannak ezek a félelmeink, hogy mi lenne, ha, hogy félünk, hogy a szomszéd megkritizál minket, mit mondana rólunk a második szomszéd, vagy az anyánk, vagy az apánk, vagy a párunk, vagy a gyerekeink. Félünk, hogy megkritizálnak minket. Félünk, hogy ugye kudarcot vallunk, az is egy hatalmas nagy félelem. És pont ezért ugye hozzácsatoltam ehhez a félelemhez a tétlenség szót. A tétlenség az, amiben megnyilvánul a félelmünk, mert nem merünk nekiállni, mert mi lesz, hogyha, és mi lesz, hogyha sérülünk, mi lesz, hogyha kinevetnek minket, mi lesz, hogyha elveszítjük ennek meg annak a szeretetét, és pont ezért nem tesszük meg azt a lépést, ami amúgy előfeltétele lenne annak, hogy elmozduljunk az általunk választott élet felé, az álmaink felé, az örök boldogság felé. És ugye pont ezért az a címe a mai epizódnak, hogy a négy akadály, amely elválaszt minket az álom életünktől. És pont, hogy ezek a félelmek által kialakult tétlenség az, amely elválaszt minket. Mivel, hogyha nem csinálunk semmit, ha nem sérülünk, ha nem mondunk kudarcot, ha nem vallunk kudarcot, akkor ugye nem tudunk tanulni, és ugyanúgy nem tudunk az álmaink felé elmozdulni, majd azokat egy idő után pedig elérni. Tehát így le is záródott ez a kör, és szerintem ezt nagyon-nagyon érdemes ezen elgondolkodni, ezt megfontolni sokkal jobban, hogy tényleg fontos-e az, hogy mások mit gondolnak rólunk, vagy az a fontos, hogy hűk maradjunk saját magunkhoz, és az álmainkat kövessük. Na de térjünk is át rögtön a harmadik pontra, ezt már egy picit megemlítettem a második pontban is, ez az akadályok és a kudarcok. Ezek azok a problémák, amik szintén nagyban befolyásolják azt, hogy mennyire, milyen szinten fogjuk mi elérni az álmainkat. Általában a legtöbben az első akadálynál már feladják, az első kudarcnál már feladják, mert ugye az agy megszólal, hogy aha, én megmondtam, hogy nem fog sikerülni, utcu vissza a kis odútba, és ugye akkor ők ezt a kis kifogást használják későbbiekben is az életük folyamán, ugye fel tudják mutatni, hogy de hát ugye én megpróbáltam, és ugye ezzel meg tudják úgymond magukat nyugtatni. Az életük nem lesz jobb, ugyanúgy nem érték el az álmukat, ugyanúgy killódnak és frusztráltak egész nap, de ezzel az egy kis dologgal valahogyan mégis meg tudják magukat nyugtatni, hiszen én egyszer megpróbáltam, látod, nem sikerült, és akkor ennyi volt. Ide jön ugye ehhez a ponthoz a magadba vetett hited, és a kitartásod, és a következetességed. Nem szabad elbátortalanodni, nem szabad feladni. A célhoz vezető út ugyanis nem egyenes. Az út göröngyös, és még mielőtt odaérnél, nagyon-nagyon sok akadályba fogsz ütközni, és nagyon-nagyon sok kudarcot, tehát kudarcoknak a sorozatát fogod átélni, mint minden más egyfejű, kétlábú élőlény ezen a földön.
Nem tudom, te hogy vagy vele, de számomra ez volt az egyetlen egy olyan dolog, amivel nagyon nehéz volt megbarátkoznom, a kudarcoknak az elfogadásával. Én az a típus voltam, hogy én inkább meg se szólaltam, én csak összehúztam magam, nehogy hibázzak, nehogy kinevessenek, nehogy elveszítsem mások szeretetét, mások képzeletbeli tiszteletét, mert ugye alapban egy olyan embert, aki nem csinál soha semmit, nem igazán lehet tisztelni, nincs miért, de én ugye beképzeltem magamban, hogy ugye engem az emberek tisztelnek, habár az egész csak egy álomkép volt, úgymond, és pont ezért soha nem csináltam semmit. És ugye amikor elkezdtem ezt a személyi fejlődés, önfejlesztés, komfortzóna kihívásokat csinálni, számomra ez volt a lehető legnehezebb dolog, hogy kudarc. Tudtam, hogy lehet, hogy nem sikerült, tudtam, hogy lehet nagy valószínűséggel az első pár próbálkozás kudarcba fog fulladni, mégis meg kellett tennem, mert tudtam, hogy egyszerűen nincsen más út. Meg kell mutassam az agyamnak, hogy nem fogok belehalni. Meg kell mutassam az agyamnak, hogy nem lesz az a világ vége. És így minél többet hibáztam, minél több kudarcba úgymond belementem, és ugye abból persze minél többet tanultam, annál könnyebben ment ez, és most már bátran állíthatom, hogy egész fizikus dolgokba is semmi mellébeszélés nélkül bele tudok menni. Úgyhogy nagyon jól tudom, hogy a kudarcokat elfogadni, ahogy jönnek feléd, majd abból pedig tanulni, az egy nagyon-nagyon nehéz dolog, számomra pedig ez volt a legnehezebb. Az utolsó pontunk az pedig félelem a sikertől. Ezt az utolsó pontot amúgy az alkamista Paulo Coelho könyvéből vettem, ami Magyarországon egy nagyon híres és nagyon-nagyon közkedvelt könyv, és ugye ott is ezen a négy ponton megy végig a karakter a könyvben, és a legutolsó pont pedig a félelem a sikertől. Amikor már ugye végigjárta az utat, nagyon sok energiát befektetett, és munkát befektetett, és tényleg ott van előtte a fa, és már csak ki kell nyújtani a kezét, és le kell tépni a gyümölcsöt, és célba ért, és itt van az, ahol rettentő sok ember megfutamodik. És ez a félelem a sikertől fenoménnak köszönhető. És ezt a könyvben is nagyon jól le van írva, mindenkinek ajánlom a könyvet, az egyik kedvenc könyvem. Tehát amikor már ott vagyunk és megérkeztük, de mégis úgy érezzük, hogy nem érdemeljük meg, ezért eldobjuk magunktól, jó messzire magyarul, szabotáljuk magunkat. Kezdünk mindent előről, és ez ismétlődni fog, amíg méltónak nem találjuk magunk a célunk elérésére és annak a befogadására. Itt ezeket a technikákat lehet alkalmazni, mint például vizualizáció, személyiségfejlesztés, egy coachnak a segítsége, önbizalomnövelés, a peer groupodnak, tehát a barátaidnak, a baráti körödnek a lecserélése, agyprogramozás, tudatalatti programozások, megerősítésekkel, stb. Tehát rengeteg ember fél a sikereit megünnepelni, elfogadni, majd pedig élvezni, mert úgy gondolják, hogy nem érdemlik meg. Büntetik magukat, igaz? Mint ahogy kicsikorunkban mi is büntetve voltunk, hogyha valami rosszat csináltunk például. Tehát nem hiszük el, hogy megérdemeljük, ezért először jó megszabotáljuk magunkat, majd még meg is büntessük magunkat. Csak hogy hűk maradjunk a régi programozásunkhoz. Erről van itt szó, gyerekek, amúgy röviden és velősen leírva. Az emberek nem követik hivatásukat, sem álmaikat, mivel úgy gondolják, hogy nem érdemlik meg. Tehát ugye itt ez a nem érdemlem meg, nem vagyok rá méltó fenomén, mert úgy gondolják, hogy úgysem tudnák elérni, úgysem tudnám megvalósítani. Így neki se állnak. Ha neki is állnak, az első akadály kudarc után feladják. Az első kudarc számít nekik valamiféle abszurd bizonyítéknak. Látod? Mondtam, hogy nem fog sikerülni. Ugye ez a második pont. Miközben nem is tudják, hogy már alapba kudarcra voltak beprogramozva. Azt várták el, azt kapták. Ennyi. Továbbá azt se tudják, hogy az első kudarcot ünnepelni kell, hisz az egy kristálytiszta jel, hogy végre elkezdték, és végre valahára jó úton vannak. Az első lecke lezárult, fel a következőre. Majd ugye a harmadik pontban félünk a megaláztatástól, és ugye itt van a kedvenc mondatunk, mi lesz, ha? Ilyen mi lesz, ha
mondatokat használunk saját magunk megnyugtatására. Nem merünk sérülni, mert a társadalmi halállal azonosítjuk a kudarcot. Ha kudarcot vallunk, mindenki utálni fog, nem kapunk szeretetet, és megsemmisülünk, meghalunk. Nem tudjuk, hogy még mielőtt nagyon jó lesz, előtte nagyon rossz lesz. És ezt annyira imádom, ezt a gondolatot. Hisz annyira sokan nem hiszünk magunkba, hitetlenek vagyunk, mert rossz, de minden rossz után ugye jön a jó. És az egyetlen egy utolsó visszatartó ok pedig az, ugye a negyedik pont, most ugye kicsit összefoglaltam, hogy nem hiszünk benne, hogy megérdemeljük. Így nincs más lehetőségünk, tehát nincs más választásunk, hogyha tényleg el akarjuk érni azt, amit mi szeretnénk az életünkkel, minthogy sem feljebb kell tolnunk a színvonalat, feljebb kell tolnunk a normáinkat, mert különben megrekedünk azon a szinten, és nem mozdulunk. Beállítódik egy szint, ahol stagnálunk, és az csak tele van frusztrációval, mivel minden emberi lény úgy lett kialakítva, hogy fejlődjön, hogy tanuljon, hogy nőjön lelkileg, spirituálisan, és hogyha valahol megállsz, stagnálsz, nem nősz tovább, akkor ott frusztráció és boldogtalanság fog kialakulni, akarva, akaratlanul is. Tehát ez volt a 4 pont. Remélem, érdekesnek találtátok ezt az adást is. Még így zárójelben megjegyezném, hogy véleményem szerint még mindig a személyi fejlődés, az önfejlesztés és a tanulás az egyetlen egy módja annak, hogy az ember igaz boldogságot tudjon kialakítani a saját életébe, elégedettséget, jó kapcsolatokat más emberekkel, mert ugye az is rettentően fontos, és valódi jólétet, nem csak anyagi jólétről van szó, hanem ugyanúgy egészségügyi és emberi kapcsolatokkal teli jólétet. Hogyha többet szeretnétek az önfejlesztésről tanulni, olvasni, hallgatni, akkor egyrészt mindenképp maradjatok velünk, másrészt pedig látogassatok el a www.siker.guru weboldalra, és ott kattintsatok rá a Kezd Itt rubrikára, és hogyha megadjátok a keresztneveteket és az e-mail címeteket, akkor kiküldünk nektek egy 4 részből álló ingyenes e-book sorozatot ajándékba, amely önfejlesztéssel foglalkozik, és amiben minden fontos dolgot összeírtam, amit az elmúlt pár évben a személyi fejlődésről és az önfejlesztésről tanultam. Köszönöm a figyelmeteket, jön az outro! Ennyi volt a mai adás, nagyon megköszönöm a figyelmed, és ha kérdésed lenne, írj nyugodtan az anita@siker.guru e-mail címre. Ha tetszett a podcast, kérlek értékeld! Ne felejts el feliratkozni az e-mail listánkra a www.siker.guru alatt, hogy nehogy lemaradj a következő epizódról. Jövő héten találkozunk, addig is éj szenvedéllyel!